Számos vizsgálat, modellezés kimutatta a tetőző árvízszintek emelkedését. A klímaváltozás miatt növekszik a szélsőséges időjárási helyzetek kialakulásának valószínűsége, sőt a töltések közötti hullámtér lassan, de folyamatosan feltöltődik. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság egy közel 4 milliárd forintos fejlesztést kezdett, amelynek célja az árvízkockázat minimalizálása és az árvízi biztonság növelése, hiszen a Felső-Tisza vidéke árvízveszély szempontjából az ország legjobban érintett térsége. Ez egy olyan szegmens az országnak, ami nagyon kitett, és igazából nem csak mi tehetünk az árvizekről, hanem külföldről kapjuk, és nagyon rövid a felkészülési időnk. Ezt is mérlegeljük a kockázatnál, hogy mennyi időnk van az árvíz megérkezéséig, hiszen minél rövidebb, annál nehezebb dolgunk van. Tehát ennél kockázatosabb az árvíznek a kivédése, és ezért vagyunk ma itt, mert egy nagyon szisztematikus fejlesztést kezdtünk meg a Felső-Tiszán már több mint 10 éve. Ennek egy állomáshoz érkeztünk meg, ami a Kraszna mentén, illetve a Batár mentén biztonságosabbá teszi a védvonalakat. Mint a projektnyitón elhangzott, a kisebb folyóknál ebben még vannak gyenge pontok, amelyeket koncentráltan kell helyreállítani. Ezek nem azért gyengék, mert korábban rosszul építették meg, hanem mert emelkedett a Tisza árvíz szintje. 2014-ben felülvizsgálták Magyarország teljes vízrendszerét, hogy a 100 évente egyszer előforduló árvízre építsék ki a védelmi rendszert. Azonban az elmúlt 50 évben ez van, ahol 1 métert is emelkedett. Ezt pedig utol kell érni a védművekkel. Ráadásul a nagyvízi medrek is szűkülnek, ami tovább duzzasztja a folyókat. Azt tapasztaljuk, hogy a kis folyók is tudnak nagy árvizet produkálni, ha vízgyűjtő területen olyan események történnek, hirtelen hóolvadás vagy nagy csapadék. Például a Krasznán volt olyan időszak az elmúlt években, amikor több mint 30 napig terhelte az árvíz magas szinten az árvízvédelmi töltéseket. Most mind a két folyónál ezek a töltések az előírt méretre ki lesznek építve. Ezáltal az árvízi biztonság jelentősen nő, könnyebb lesz az árvízvédekezők dolga, hiszen a töltés koronáján aszfalt burkolati út is épül, tehát a védelmi anyagok, eszközök szállításának a feltétele is adott lesz. Mindemellett a helyiek fogják tudni használni kerékpározásra, hiszen kerékpárútként is használható lesz a töltés korona. A fejlesztés már elkezdődött. A munkálatok az árvízvédelmi töltéseken zajlanak, és a beszállítási útvonal sem érinti a lakott területeket, így az érintett településeken élőket nem zavarja a fejlesztés. Kedvező idő és vízjárási viszonyok esetén idén novemberben befejeződik az építkezés.